lehet strandolni, akkor ezek szerint Szentendre mindent vár. Most egy picit komolyabbra fordítjuk, de nagyon szépen köszönjük a mintapincsnek, ugyanis most olyan gyerekekhez megy el Kuruc Évi, akiknek a hétköznapjai és az ünnepnapjai bizony nem mindig vidámak. A születésnapunkor a családbarát is az ajándékozáson gondolkodik, hiszen adni legalább olyan jó, mint kapni. Ezúttal a Bethesda Gyermekkórház gyermeksebészeti osztályára hoztunk egy kis ajándékot, hogy a gyermekek egy kicsit könnyebben gyógyuljanak. Közel 20 ágyunk van, ennek az elfoglaltsága változik. Van, amikor kevesebb, van, amikor teltház, természetesen, és főleg olyan betegeink vannak, akik műtétre várnak, vagy műtét után vannak, vagy esetleg azért figyeljük őket, hogy nem szükséges a műtéti beavatkozás. Például egy kell-e vakbélműtét, vagy nem, azt megfigyelés után tudjuk gyakran eldönteni. Attila, miért voltak itt a Bethesda kórházban Boglárkával? Tisztávatétel alkalmával vettük észre, hogy valami nem teljesen stimmel a lágyék környékén. Elhoztuk a kórházba egy vizsgálatra, megállapították, hogy két oldali lágyék sérve van, és egy idő után ezt meg kell műteni. Szakszerű gyors műtét után megtörtént, és gyakorlatilag azóta várunk, hogy mehessünk haza. Ez egy nap alatt megtörtént, úgyhogy nem volt semmi probléma. Klári, tulajdonképpen egy régi jó ismerős, mondhatjuk így, hiszen mi azért a szívünkön viseljük Ricsi sorsát. A Családbarát magazinban már foglalkoztunk az ő történetével. Igen. Mennyit vannak itt a Bethesdában? Hát mostanában elég sokat, tavaly is elég sok időt töltöttünk itt. Most már ugye a sebészetileg is úgymond ide jövünk, meg hát ugye az epilepsziáját is itt kezelik a Ricsinek. Neked jó hírt mondtak most az orvosok, ugye? Mert hogy ma már mehetsz haza. Mi történt? Hát tegnap elcsúsztam a jégem, és fenékre estem, és fájt a hátam. És ugye először Gödöllőre be kellett mennünk az STK-be, és akkor onnan átküldtek ide. És akkor bent tartottak egy éjszakára megfigyelésre. De melyik jön meg jobban, a nyújtás vagy a hajlítás? Hajlítás. Ez eddig megy? Hát. Szeretnék egy kis ajándékot adni a Családbarát stábja nevében. Köszönjük ezeket a játékokat szépen. Különböző korosztálynak, fiúknak, lányoknak, úgyhogy mosolygó, gyógyult gyermekeket kívánunk a Bethesdában. Gyermekek nevében, hiszen a gyerekek jobban érzik magukat akkor, hogyha nem a betegségükre koncentrálnak, hanem elfoglaljuk őket valamivel. Ez egy régi szabály a gyermekellátásban, hogy a gyermekeket el kell foglalni, és elterelni a figyelmüket arról, hogy ők betegek. És akkor sokkal jobban eltelik az idő a kórházban. Nagyon szépen köszönjük még egyszer. Valószínűleg nagyon szívetmelengető érzés volt Évinek ott a Bethesda kórházban átadni ott az ajándékokat.